Köszöntöm kedves nézőinket Szentírás vasárnapján, Budapest 8. kerületi Magyarok Nagyasszonya templomból. Innen közvetítünk most Szentmisét, egy olyan nagy püspök tiszteletére, aki szintén a Szentírásra alapozta egész életét. Márton Áronról, Erdély egykori püspökéről van szó, akinek boldogálvatási eljárása folyamatban van. Születésének 120. évfordulója alkalmából Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága az idei esztendőt Márton Áron emlékévé nyilvánította. A Szentmisét bemutatja a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, ő excellenciája Tamás József, vele koncelebrál a templom plébánosa Varga Miklós Péter atya. Most bevonulás után kezdetét viszi a Szentmise, kapcsolódjunk be lélekben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Minden. Szeretettel köszöntöm Tamás Józsefet, a gyulafehérvári érsekség segédpüspökét, aki vállalta a Szentmisét Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért, aki annak idején pappá szentelte őt. Köszöntök minden kedves megjelentet, különösen is az Erdélyből áttelepülteket, vagy éppen itt tartózkodókat, a televízió nézőit, valamint a Mária Rádió hallgatóit. Immár harmadik éve, szeptember utolsó vasárnapján ezt a misét az erdélyeknek találkozóul is szervezzük. Függetlenül attól, hogy ki milyen testvér egyházközségi, vagy testvér települési kapcsolattal rendelkezik, de Magyarok Nagyasszonya minden magyarnak égi édesanyja. Ráadásul ez a templom sok erdélyi vonatkozással bír. Amikor 85 éve Seréri bíboros felszentelte minden magyarban, frissebb volt a Trianon. A templom szent felszentelésére készült a szószéknél látható történelmi zászló, a történelmi Magyarország hátterével, Magyarok Nagyasszonya alakja mögött. Ugyancsak az ország feldarabolására emlékeztet a bal karzat alatt Feszti Masától Kisszentéz oltárképének alsó festménye, amin öt templom szimbolizálja a földarabolt országrészeket, Magyarországot, Várvidéket, Délvidéket, Erdélyt és Felvidéket. Kint az oszlopcsarnokban az 1944 őszétől a Kárpát-medencéből Malenki robotra elhurcoltak emlékműve látható, ami éppen Kárpátalján és Észak-Erdélyben Máramaros szigetnél kezdődött. Templomunk szentének a külső falán látható az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának emlékműve, amelyen nem csak a közel 250 Magyarországon kivégzett nevét olvashatjuk, hanem az ugyancsak 1956 miatt Romániában bírói ítélet után kivégzett 13 magyar nevét is. Az erdélyi származású Szinte Gábor festőművész készítette életének utolsó évében templomunknak a 15 stációs keresztútját. Egy évvel korábban ugyancsak ő festette a téli kápolnában az első magyar családot, hármas képét, Szent Istvánt, feleségét, Boldog Gizellát és fiát, Szent Imrét. E három képpel szemben a kegyeleti hely bejárata felett látható szintén tőle az a képzeletbeli festmény, amelynek a címe
Petőfi Sándor szentegyházi sírjánál egy kukoricásban. A sír körül Márton Áron püspököt, Bújai Jánost, Kőrösi Csoma Sándort, Tamási Áront és Radnóti Miklós láthatjuk. Négy erdélyi, egy magyarországi, mindegyiknek megvolt a maga keresztútja, hogy a festő indokolta a képét. A Jézus szíve kápolnánkban pedig már egy éve látható Márton Áron püspökről a kiállítás, amelyet tavaly dr. Jakubinyi György érsek úr nyitott meg ünnepiesen. Jézus szívének ajánljuk a mostani misét is, hogy Áron püspök atyát mielőbb a boldogok és a szentek között tisztelhesse és kérhesse egész magyar népünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség veletek! Tisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek! Hálásan köszönöm a mai szép ünnepre szóló meghívást. Ebből az alkalomból én is igen nagy szeretettel köszöntelek mindannyiotokat, akik itt vagytok, hogy ebben a szent misében emlékezzünk Márton Áron püspökatyánk születésének 120. évfordulójára, és az ő boldoggá avatásáért imádkozzunk. Ahogy a templom lelki pásztora mondotta, a harmadik alkalom, hogy ma itt ebben a templomban ez a megemlékezés történik. A jó Isten áldja meg őt, hogy ezeket a megemlékező ünnepi rendezvényeket így megrendezi, de áldja meg a jó Isten a magyar nép vezetőit, akik Márton Áron évet indítványoztak erre az esztendőre, és annak nagyon sok szép rendezvényét támogatták. De áldjon meg titeket is a jó Isten, akik tisztelitek Márton Áron püspökatyánkat, és itt vagytok, hogy együtt közösen imádkozzunk az ő boldoggá avatásáért. Hogy a jó Isten elfogadja a mi együttlétünket, benne a mi imádságunkat, ezért most bűnbánó lélekkel forduljunk hozzá, kérjük az ő megbocsátó jóságát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, szor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
magasságban Istennek. Könyörögjünk. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A könyvéből. Jaj a gondtalanul élőknek Sionban és Szamária hegyén az elbizakodottaknak. Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak, korsóból isszák a bort. Finom olajjal kenik magukat. József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért lám most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbizatásodat büntelenül és fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott és nem is láthat, övé a dicsőség és az örök hatalom. Amen. Ez az Isten igéje. Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, telefekéjjel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de abból se adtak neki, csak a kutyák jöttek, s nyalogatták sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám keblére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Ábrahám azt felelte: Fiam, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátunk, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él, tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám azt felelte, van Mózesük, és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik, atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ábrahám azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Vannak sugárzó arcok, amelyek mindig élnek, s a századok ködének homája nem borít. Istenben élő létük időtlensége árad, és arcuk vonalának tüzében eszme gyújt. Tisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek! 120 évvel ezelőtt született Márton Áron Erdély nagy püspöke, aki ilyen és hasonló neveket érdemelt ki, Erdély csillaga, Erdély utolsó fejedelme, vagy ahogy I. és Gyula író nevezte őt, emberkatedrális. Csíkszentdomokoson a Székelyfölde mélyen vallásos közösségében látta meg a napvilágot 1896. augusztus 28-án. Földműves szülők harmadik gyermeke volt. Iskoláit szülőfalujában, majd Csíksomjon, Csíkszeredában és végül Gyulafehérváron végezte. Alig, hogy leérettségizett, behívták katonának. Három fronton szolgált, köztük a doberdói fronton is, négyszer megsebesült. Közkatonaként vonult be a hadseregbe, és hadnagyként szerelt le onnan. Katonai szolgálata után a gyulafehérvári papnevelő intézetben készült fel a papi életre. 1924-ben szentelte pappá gróf Majláth Gusztáv Károly püspök. 1938 karácsonyán nevezte ki 11. Pius pápa Erdély püspökévé, és 1939. február 12-én szentelték föl püspökké a kolozsvári Szent Mihály templomban. 1949-re személye egyre terhesebbé vált a kommunista rendszer számára. A katolikus egyház jogállásáról folytatandó tárgyalások ürügyén a román kultuszminiszter 1949. június 21-én Bukarestbe rendelte. A politikai rendőrség útközben letartóztatta, hadbíróság elé állították, hazaárulással és államellenes összeesküvéssel vádolták, és életfogytiglani börtönre ítélték. 1954-ben szabad lábra helyezték. Két év múlva, mert továbbra is hajthatatlan marad a kommunizmussal szemben,
nem annak a szekerét húzta, házi őrizetbe kényszerítették. Palota fogságából 1967-ben szabadult. 1980. szeptember 29-én Székesegyházának búcsú ünnepén halt meg. Ez röviden életének a kerete. 1949 tavaszán, 67 évvel ezelőtt, amikor Birma úton volt, és Gyímes felső lokról Csíksomjóra akart indulni a pünkösdi búcsúra, az a hír járta, hogy a kommunista agitátorok le akarják tartóztatni. A falu legényei lovakkal vonultak fel, a püspököt Fehérlóra ültették, gyűrűt alkotva körülötte vonult be a székelység lelki központjába, Csíksomjóra. Fehérlovon akkor nem csak Csíksomjóra vonult be, hanem bevonult a székely nép legendáiba is, a székely népnek a szívébe is. Hiába próbálta az elnyomó rendszer kitépni szívünkből, hiába akarta, hogy a feledés pora lepje be alakját, nem sikerült. Sokkal inkább az valósult meg, amit Arany János írt Széchenyi Istvánnal kapcsolatban, nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távózik. Hála a jó Istennek, 1989 végén ránk köszöntött az a nap, amikor a hallgatás fala leomlott, összedőlt a kommunista rendszer Romániában is. S azóta nyíltan is lehet az elmúlt rendszer kegyetlenségeiről beszélni, azt feltárni. S lehet beszélni, ünnepi megemlékezéseket tartani, szobrokat állítani azokról és azoknak, akik a rendszert súlyosan megszenvedték. S így lehet beszélni, megemlékezni Márton Áron püspökről is. Örvendünk és hálásak vagyunk azért, hogy a jelenlegi magyar nép vezetői úgy ítélték meg Márton Áron személyével, nem csak a székely nép gazdagodott, hanem az egész magyar nemzet, és ezért egy Márton Áron évet kezdeményezett, és hirdetett meg, hogy minél szélesebb körben megismerjék őt az anyaországban is, és a nagyvilágban is. Dicsőség és büszkeség számunkra, hogy a miénk volt, hogy népünk gyökeréből sarjadt, akiből az áldások ekkora teljessége sugárzott és sugárzik ma is. Mert szelleme él emlékezetünkben, él mi bennünk. Az iránta való nagy tisztelet, a szeretet és kegyelet jele az, de azért a nagy vágyé is, hogy egy napon a szentek fényében tündökölve jelenik meg, papi és apostoli buzgósága példája díszére és ékességére legyen népünknek az egész világ előtt. Püspöki jelmondatát Szent Mártontól vette, akinek születése 1700. évfordulójára emlékezett ebben az esztendőben a keresztény világ és benne a mi népünk is. Jelmondata így hangzott, non recuso laborem,
nem utasítom vissza a munkát. Címerében a halmok fölött emelkedik a fenyő, csík, igénytelen, jelképes fája, ott ragyog rajta a betlehemi csillag, amely kinevezését hozta, a krisztusi monogram, amely Krisztushoz való tartozását, a Krisztus szolgálatát jelzi, amelyre elkötelezte magát. És ott van rajta csík címeréből a nap és a hold népe iránti elkötelezettségének jelként. A jelképes címer életében valósággá lett. Kopár körülmények között is az egyházat, a népünket ért súlyos megpróbáltatásoknak az ideje volt ez ugyanis. Fenyőként egyenesen állt és ragaszkodott az életadó értékekhez. Vállalta a munkát olyankor is, amikor csak a karácsonyi remény halvány csillaga világított. Érett hivatástudattal, személyiségében, keresztény magyar identitással lépett az élet küzdőterére, a gyulafehérvári hittudományi főiskola befejezése után. Lelkipásztorként, egyetemi lelkészként a Katolikus Nőszövetség igazgatói tisztében, az Erdélyi Iskola Művelődési Folyóirat szerkesztőjeként egyszerre szolgálta egyházát és az erdélyi magyarságot. Így vált egyre ismertebbé és megbecsültebbé. Nem csoda, hogy Forbuchner Adolf püspök halála után a Szentszék őt nevezte ki püspöknek. Nem is csalódtak benne a reábízottak. Egyház hűsége mély lélekről tanúskodó szentbeszédei, az egyházért és a népéért elégő buzgósága igazi főpappá Áronná tette őt. Püspöki szolgálatának ideje embert próbáló korszakot ölel fel. A második világháború, az azt követő rendszerváltás, az államosítás, az egyházi javak elkobzása, a kollektivizálás, a vallási élet felszámolása ellen indított kampány fémjelezte ezeket az időket. A félelem világa volt ez az idő. Besugók, titkos ügynökök, lehallgatások és kihallgatások zaklatásai között. Soha se lehetett tudni, hogy ki, mikor és hol, milyen szervnél jelent fel, vagy jelenti fel az embert, rágalmazza meg, kik, mikor és hogy csapnak le reá gonosz ártó szándékkal, és nem volt, ahol védelmet keressen jogban és igazságban, mert nem volt szabadság. Ilyen világban és légkörben mit lehetett tenni? A keret nem olyan volt, hogy Isten adta tehetségét, úgy bontakoztassa ki, ahogyan azt mások tették más körülmények között. Látványos külső teljesítményekhez túl komor és mostoha volt az időkeret. Nem épült sok templom, nem létesült sok plébánia és más egyházi intézmény. Előbbi munkaköréből hozott népnevelési tervét sem tudta megvalósítani. Tehetsége és élet ereje jóformán az egyház szabadságáért
és a kisebbségi magyarság jogaiért vívott küzdelemben és tiltakozásban emésztődött fel. Mennyit harcolt és mennyit tiltakozott, hányszor ítélte el az emberi jogoknak a megsértését, hányszor állt ki az üldözöttekért vallásra, fajra való tekintet nélkül. Sokat idézik mostanában az 1944-ben Kolozsváron elhangzott beszédét, amit a zsidóság érdekében elhurcolásuk elleni tiltakozásképpen mondott el. Sokat idézik az 1946. január 28-án dr. Petru Gróza miniszterelnökhöz intézett levelét, amelyben az erdélyi magyarság akkori helyzetét, sorsát, sérelmeit tárta fel orvoslás céljából bátor nyíltsággal. Csodája, a célpontja lett az akkori államhatalom birtokosainak, akik nem átallották 5 évig börtönben, majd 10 évig házi őrizetben tartani. Ő ezt azzal a krisztusi lelkülettel fogadta és viselte, amit az Úr Jézus így fejezett ki: nem nagyobb a szolga uránál, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Főpapi keresztjét nem díszként viselte, hanem azért, hogy mesterével egyesüljön az áldozat szent tüzében. Mint valami eleven a cél, amely engedni nem akar, törni nem hajlandó, állt ennek a jellemet próbáló időnek viharában, messzeható példát hagyva ránk szilárd alapokon álló egyéniségével. Nagyságát a következő kedves epizód is mutatja. Amikor a börtönből kiszabadult, de házi őrizetbe kellett lennie, egy nap a vallásügyi államtitkárságról látogatók érkeztek. Kint a püspöki kert filegóriájában fogadta őket. Látogatói egy kissé szellemeskedve így szóltak: egyedül, egyedül. És ő így válaszolt: igen, a sas egyedül repül a verebek csapatostól. Milyen frappáns megfogalmazás, és számunkra valóban olyan volt, mint a sas, aki magasan szállt, és mutatta a magasságok felé az útat. Sokat hallottam már életemben ezt a mondást, és én is szoktam idézgetni: nincsenek pótolhatatlan emberek. És ez általánosságban így is van. De mégis ott ágaskodik bennem a kérdés: vannak-e manapság bőségben széles látókörű, nagy bölcsességgel, megfontoltsággal, szilárd jellemmel életüket is odaadni tudó, kimagasló vezéregyéniségek, akik nem a koncon marakodnak, nem a hatalom megszerzésén törik a fejüket, hanem a közösség ügye érdekli egészen. Mert korunknak és kisebbségi sorsunknak igen nagy szüksége lenne minél több Márton Áron típusú egyéniségre. Az őskeresztények hittel mondták a mártírokról, hogy vérük az egyház magjává vagy termő talajává válik. Próbálom remélni, hogy az egyházért és erdélyi magyarságunkért hozott áldozatából sarjadnak még olyan egyének,
akik tovább viszik a lelki és szellemi értékek üzenetét, és megcáfolják azokat, akik értékeket hozó emberek életére törnek. A Mártonáron püspöknek szentelt év befejeződik egy néhány nap múlva Gyulafehérváron, az érseki székesegyház búcsú ünnepén, szeptember 29-én, amely nap egyben Áron püspök halálának a napja is. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága jóvoltából sok szép rendezvény, kiállítás, konferencia, diáktábor övezhette ezt az évet. Sok szép kiadvány jelenhetett meg, többek között az a kiskönyv is, amelyet a templom plébánosa tett közzé. A Mártonáron év lezárásakor kerül sor Gyulafehérváron Áron püspök szarkófágjának a leleplezésére is, hisz a templom kriptai sírjából felhozódott koporsója a székesegyházba, hogy az oda zarándokló érdeklődők könnyebben megtekinthessék és imádkozhassanak hozzá. Ennek megvalósulásáért és anyagi támogatásáért is hálások vagyunk. A jó Isten áldjon meg mindenkit, aki nagy püspökünk tiszteletének előmozdításán fáradozik, és szenté avatásáért imádkozik. Adja a jó Isten, hogy szent életű püspökünk példája nyomán tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk, és mindent megtegyünk a szent cél érdekében, és az utánunk következő generáció javára. Amen. Keresztségi fogadalom kérdéseire határozott válaszsal hiszünk el válaszunk. Hisztek-e a Teremtő Istenben, mindenható Atyában? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, kiértünk emberé lett, kínhalált szenvedett, föltámadott, s fölment Atya dicsőségében mennybe? Hisztek-e a Szentlélekben, katolikus keresztény anyaszentegyházat, szentek egyességét, bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet? Kérjük testvéreim, Urunkat, a mindenható Istent, hogy okos és hűséges szolgáinak bizonyuljunk. Krisztus Jézus Anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is nagy boldogasszonyunknak valljunk, és hűségesen szeressünk téged. Kérünk téged, hallgass minket. Magyarok nagyasszonya, esti főpásztorainknak, papjainknak, szerzeteseinknek és minden hívőnek testi lelki erőt, alázatot, egységre törekvő jó szándékot, hogy kiviruljon a krisztusi élet Mária országában. Kérünk téged, magyarok nagyasszonya, aki a határon túlra került testvéreinknek is égi édesanyja vagy, járj közbe értük, hogy mindig legyenek magyar nyelvű és magyar szívű, szent életű főpásztoraik és lelkipásztoraik. Kérünk téged, hallgass meg. Magyarok nagyasszonya, segíts a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te megbocsátod annak bűneit, aki nagyon szeret téged. Add, hogy a szeretetből fakadó bűnbánat mossa tisztára a lelkünket. Magyarok nagyasszonya és Szent Mihály főangyal, járjatok közbe, hogy Isten szolgálja Mártonáron püspök
hitvallót mielőbb a boldogok között tisztelhessük. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Istenünk, te szolgálatodba fogadtál minket, és nagy értéket bíztál reánk. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat a te szent terveid szerint használjuk, Krisztus a mi Úrunk által. Felajánlási éneket kérjük. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nékünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd föltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Thank you.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Imejétünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és ide váljuk föl támadásodat, amíg nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, szeretteinkről, elhunyt papjainkról, püspökeinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörögjünk, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Mihály fiangyallal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy arra Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És köszöntsétek egymást a béke jelével. Ima az Isten bárányai, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
gyönyörökjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttöknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Köszönöm Tamás József püspök atyának a szentmisét, a Márton év csúcspontja 29-én csütörtökön, délel 10 órakor ez Gyulafehérváron, amikor Márton Áronnak a kriptából felezett koporsóját a székesegyház jobboldali hajójában kőkoporsóba elhelyezve ünnepélyesen leleplezik. A Duna TV egyenesben közvetíti. A jelenlévőknek a többi hirdetést a kivonulási ének után ismertetem. Most fogadjuk a főpapi áldást. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve. A mi segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálája. Thank you.
Kedves nézőink, a régi erdélyi himnusz hangjaival ér véget szentmise közvetítésünk, amelyet a Budapest 8. kerületi Magyarok Nagyasszonya templomból láthattak. Csütörtökön a Duna Vördön 10 órától ismét római katolikus szentmisét közvetítünk, azúttal azonban a csodálatos szépségű gyulafehérvári székesegyházból. Maradjanak akkor is velünk. Minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, békés vasárnapot kívánok, viszontlátásra!